Szellemváros, sátortábor, kaszárnya, laktanya. Mindenki más néven ismeri, sokan viszont nem is hallottak róla. Nyitra egy eléggé forgalmas pontján található. Naponta diákok és lakosok százai sétálnak el mellette, mit sem sejtve, hogy mit rejthetnek ezen kerítések. A területen összesen 10 téglaépület és 24 fabarak található, mind kétes állapotban. A tábor első része még 1882-ben épült, amelyben összesen 300 állandó és 1200 átmeneti szállásért tudtak biztosítani a katonáknak. Induljunk hát el egy kis sétára a falakon belül, én pedig egy jó idegenvezető módjára végigvezetem önöket a laktanya legsötétebb helyein. Első számú épület, parancsnokság. 1882 és 84 között építették neogótikus stílusban. 87-ben első Ferenc császár is megszállt itt. A 2-től 6-os számig tartó épületek lakóegységeknek szolgáltak. 7. számú épület, őrház, később börtönként funkcionált. Nyolcadik számú épület, vendéglő, a katonák pihenésére és étkeztetésére szolgált. 9. számú épület, tekepálya. Szintén 1882-ben épült. A tekepálya mechanikus volt, a személyzet egy fából készült ereszcsatornán keresztül eresztette vissza a golyókat. A 10. számú épület, a kórház. A legnagyobb épület a területen, amely az utcáról is látható. Az 1990-es évek elején épült. Az épület 3 emeletes, 2 a föld felett, 1 a föld alatt. A falakat vandalizálták. Egyes helységekben a parketta is felpúposodott. Az ablakok ráccsal vannak megerősítve. Egyes szobák felépítése magánzárkára emlékeztetnek. A pincében kérdéses dolgok találhatók. Az épület hátborzongató jellege nem csak a kíváncsiskodókat vonza, hanem a rendezőket is. Például a szlovák film Tröhlina vagy magyarul Repedés egyes jeleneteit ebben az épületben forgatták le. A 11. és 12. számú épület a kórház északi és déli pavilonja. Később szanatóriumként és adminisztratív épületként szolgáltak. 13. számú épület, tantermek. Nyeregtetős vaépület, amely 1965-től üzemel. Az épület olyan lelakott, felújítása már nincs lehetőség. A 18. számú épület, földszinti téglaépület őrszobával és osztályterem. A 19. számú épületet autóakkumulátorok karbantartására használták.
Saválló padlóval, falakkal és téglákkal rendelkezik. Az épületek értéke együtt közel 3 millió euró. Jelenleg a terület a város, a Szlovák Tudományos Akadémia és a Római Katolikus Egyház tulajdona. A tulajdonosok céljai évről évre változnak. Az egyház például a területen 25 fát vágott ki, amely helyén egy bevásárlóközpontot akart létrehozni. A város korábbi tervei szerint egy tudományos népszerűsítő központot hozott volna létre a fiatalok számára, azelőtt bormúzeumot alakított volna ki, a Konstantin Filozófus Egyetem diákszállót akart kiépíteni, a városi színház pedig a díszleteit raktározta volna az épületekben. Jelenleg uniós támogatásból egy új óvoda épül a területen. Ám a város sem mindig kegyes ezen történelmi épületekkel. Sok épület csupán raktárként van hasznosítva, a terület félreesőbb részeit pedig szemétgyűjtőhelynek használja. Vajon mit tartogat a jövő a nyitrai kaszárnyák számára? Egyesek úgy gondolják, hogy altató a hangom. Na és te? Alszol már? Iratkozz be!